Az év első edzésén négyen hiányoztak a Kisvárd őszi keretéből, Koronci Bence Sziget-Szent Miklósra, a kapust Arci Pál Mosonmagyaróvárra igazolt, Fazakas Gézára nem tart igényt a klub, a kölcsönben lévő Ízing Martin pedig egyelőre visszarendelt a Mezőkövesd. Új játékos, a Budapest Honvédtól érkező Dilcek Gergely, a legutóbb Szolnokon védő Pokorni Péter pedig még teszteli a szakmai stáb. Bár várhatók még futballisták, Révész Attila szerint tavasszal az összeszokottság lehet a csapat legnagyobb erénye, ezért az őszi szereplés tükrében módosítottak a célokon. Korábban meghatároztuk a 7.-11. helyet. Én most egy kicsit magasabbra helyeztem a lécet, a dobogóra szeretném a csapatot vinni, oda, azt szeretném, hogy ott lássam őket. Ez a keret, én azt gondolom, még annak ellenére is, hogy idegenben sokkal többet játszunk, alkalmas. A hazai pályán azok a csapatok jönnek majd hozzánk, amelyek kiesési zónában helyezkednek, leszámítva a Mezőkövesdet. Én úgy érzem, hogy azok a pontok azok kötelező kategóriába tartoznak majd. A tabella 6. helyén álló Kisvárda szemben a 10 idegenbeli mérkőzéssel tavasszal mindössze 5 alkalommal lép majd pályára hazai környezetben. Nyilván az idegenbeli mérkőzések miatt szükség van arra, hogy egy kicsit az alapjátékunkon változtassunk. Sok olyan információhoz jutottunk hozzá a téli szünetben lévő elemzések során, amelyek úgy gondolom, hogy a jövőben mindenféleképpen segíteni fogják a csapatnak a felkészítését, vagy a mi munkánkat. Hát ezt is viszont megtartanám magamnak, mert nyilván ezeket a dolgokat a riválisaink is láthatják. Én úgy gondolom, hogy sok hasznos dolog jött ki az elemzések során, mindenféleképpen más játékot fog igényelni a 10 idegenbeli mérkőzés. A Várdaiak jövő szombaton dupla edzőmeccset játszanak hazai környezetben a Putnok és a Tája ellen, majd január 20-án 10 napos törökországi edzőtáborba utazik a vezetők reményei szerint akkor már végleges keret. A bajnokság február 20-án rajtól a Kisvárda nyitófordulóban Csákváron lép pályára.